Kicsit keresi az ember a régi stadion, te felfedezed itt az új helyén? Nehéz, de én azt gondolom, hogy annál jobb, mint ami volt természetesen. Ugye nagyon sok mindent nem lehet eltörölni, meg nem is kell, mert nagyon sok szép élmény van itt a stadionnal kapcsolatban. Szerintem mindenki, nekem is, ugye, hiszen itt nőttem föl, első labdaérintéseim itt voltak, úgyhogy nagyon jó dolog látni egy ilyen gyönyörű létesítményt itt, és nagyon büszkévé tesz az, hogy itt kezdtem, és most ismét egy olyan mérföldkőhöz érkeztünk, ami nagyon fontos az én és a Honvéd életében is, és ezt is közösen megtehetjük. Ugye körbejártok most itt a stadiont, hogy tetszik az új otthon a csapatnak? Hát nagyon szép létesítmény, azt gondolom, hogy minden kívánságot ki tud elégíteni. Jó lenne nagyon sok jó eredménnyel megtölteni, hogy azok az emberek, akik ide kilátogatnak, azok egy jó élményt kapjanak, erre fogunk törekedni már hétvégén is, és nagyon fontos az is, hogy végre a csapatnak lett egy otthona, hiszen nagyon fontos, hogy mindenki tartozzon valahova. Eddig egy kicsit a levegőbe lógtunk ebben az ügyben, most ez is meg lesz. Reméljük, hogy egy félelmetes, valóban a nevéhez méltóan egy aréna lesz. Ismerjük a Honvéd szurkolók hangját, a régi stadionban azért lényegesen messze voltak a pályától, most viszont a B-közép szinte ott van a kapu sarkában. Elképzelted már, hogy itt mekkora hangerő lesz egy bajnokin? Hát nagyon nem tudom elképzelni, de nagyon kíváncsian várom. Én azt gondolom, hogy a szurkolótábor mindig nagy erőssége volt a Honvédnak. Most is az lesz ebben a szép stadionban, aminek nagyon jó akusztikája van, úgyhogy biztos hatványozottan hangosak lesznek. Nagyon nagy szükségünk van rá, hiszen nagyon régóta játszottunk már nézők előtt, úgyhogy bízom benne, hogy sok örömet fogunk okozni nekik, és ők is nekünk. Szombaton ünnepélyes stadionavató a Villarreal ellen. Mit tervezel erre a mérkőzésre? Azt gondolom, hogy ez egy ünnep lesz az eredménytől függetlenül, de szeretném, hogyha látszana a csapatban az, hogy milyen karakterek vannak, hogy ennyi néző előtt egy ilyen nagy nevű ellenfél ellen hogyan tudnak játszani. Itt most nem a számszerű eredményre gondolok, de sok mindent le lehet majd mérni azért ebből a mérkőzésből, ki hogyan alkalmazkodik az új körülményekhez. De továbbra is azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy örömet szerezzünk a szurkolóknak. Te elhangzott a stadion túrán, hogy lesz ülésfűtés is a kispadoknál, de erre mondtál valamit, hogy nem igazán lesz rá szükség. Miért? Igen, hát nagyon hamar bemelegszik a kispad, úgyhogy nem biztos, hogy nálunk kell a fűtést használni, de bízom benne, hogy azért rá tudok majd ülni elég sokáig.